A hideg idő beköszöntével arra kértem Erdei Lilla dietetikust, hogy segítsen nekünk egy egészséges napindító, immunrendszer erősítő reggelit elkészíteni. Lilla, mivel készültünk a nézőknek? Szia! Hát most fogunk készíteni egy egyszerű joghurtot, kis gyümölcsel és olajos magvakkal, tehát amit mi fogunk most itt összeállítani. Jó, akkor talán térjünk ki arra, én már itt mindent bekészítettem, ja, és mondom a nézőknek, hogy kezet mostunk a kis bejátszónk alatt, tehát mindenre felkészültünk. Ide készítettem, amit kértél tőlem, natúr joghurt. Mondjuk el azt, hogy most jó a joghurt a szervezetnek, vagy nem, mert hogy ez egy örök kérdés, illetve igen, hogy a natúr joghurt miért jobb, mint a mondjuk csökkentett cukortartalmú különböző joghurt. Na, hát ugye ez a natúr joghurt élő flórával tartalmaz egy csomó szuper számunkra hasznos baktériumot, de ugye ezen kívül semmi más nem tartalmaz. Ezek a szuper hasznos baktériumok kedveznek az egészségünknek, a beleink egészségének, teszünk bele magvakat, almát, gyümölcsöt, amivel további rostok, ásványanyagok, antioxidánsok kerülnek bele, mitől különösen egészséges lesz. Önmagában a tej egy egészséges ember számára egyáltalán nem egészségtelen, sőt, nagyon sok kedvező anyag van benne, mint mondjuk a kalcium. És akkor, mivel a joghurt, abban vannak, az élőflórás joghurtban vannak jótékony baktériumok, ezért ebben még az is, ráadásul a joghurtnak valamivel alacsonyabb a laktóz tartalma, mint a friss tejnek van benne. Éppen ezért, hogyha valakinek mondjuk laktózérzékenysége van, akkor válasszon laktózmentes joghurtot. Hogyha viszont valakinek esetleg tejfehérje allergiája van, akkor nem biztos, hogy a tehén tejből készült joghurtot, hanem most mondjuk inkább válaszol szója joghurtot, amiben egyáltalán nincsen tejfehérje. Tehát, hogy vannak olyan bizonyos állapotok, amikor nem ajánlott a tejtermékeknek a fogyasztása. De egy egészséges ember számára ajánlott, sőt, a fermentált készítmények, mint a joghurt, az még egészségesebb, mint amúgy lenne egy pohár tej. Jó, akkor az első kérdést is. Engem meggyőzött a védőbeszéd a joghurt mellett. Köszönöm. Jó, akkor megyünk tovább. Mit érdemes beletenni a joghurtba? Hát ugye így magában viszonylag natur savanykás íze van, és nagyon sokan ezt az ízt nem szeretik, és ezért választják az ízesített joghurtokat. Amivel amúgy nincsen semmi baj, mértékkel lehet fogyasztani, de hát sokkal jobb, hogyha igazából mondjuk teszünk bele egy friss gyümölcsöt, bármilyen idény szerint kapható friss gyümölcsöt, és azzal édesítjük, ízesítjük a joghurtot. Én képzeld, még olyan alacsonyabb lesz a cukortartalma, magasabb, igen, a vitamin tartalma. Igen, talán a méz még lehet egy olyan akár édes, belekeverve. Igen. Azért az fontos elmondani, hogy ugye ettől, ahogy méz kerül bele, vagy gyümölcs, azért lesz benne cukortartalom, de ez mind természetesen módon előforduló cukor. De most így, hogyha csak alma kerül bele, vagy teljesen mindegy milyen gyümölcs, akkor azért az attól lehet, hogy hamar megéhezünk, mert nem annyira tartalmas. Viszont, hogyha az almán kívül még teszünk bele néhány olajos magvat, azzal sokkal tartalmasabb lesz, és sokkal jobban eltelít, és mondjuk egy reggelinek, de akár egy 10 órainak is ideális, amivel biztosan, hogy hosszabban jól lakunk. Azért azzal számolni kell itt az olajos magvaknál, hogy azért a kalóriatartalmuk az magas. Tehát, hogy mértékkel. Nem kell arra gondolni, hogy jaj, csak nasolok egy kis magvat, és akkor nem csokit veszek magamhoz, hanem egy kis mandulát, tehát nem kell kétségbe esni, ugyanúgy fog hízlani akkor, mint a Milka csoki adott esetben. Igen. Sajnos. Ugyanakkor van benne egy csomó értékes vegyület, tehát, hogy van az összes ilyen olajos magban vannak vitaminok, mint mondjuk az E-vitamin az egyik legjellemzőbb. A dióban van omega-3, a dión kívül még a lemmagban van omega-3, amire mindegy picit több szükségünk lenne, mint amennyit a lakosság amúgy fogyaszt.
és ezzel is tudjuk támogatni az egészségünket. Én közben azért kérlek, hogy azt az almát vágsz mindenképpen, de én azért kérdezlek is. Jó. Nyilván, tehát hogy azt észrevették a nézők is, nyáron nem jelentkeztünk immunerősítő reggelivel, tehát annak van egy oka, hogy az ember az ősz beköszöntével, illetve a hideg idő beköszöntével próbál erre figyelni. Miért fokozottan fontos, hogy ilyenkor a reggeleket még jobban egészséges ételekkel, vagy egészséges hozzávalókkal indítsuk? Ja, most ilyenkor ősszel, amikor beköszönt a hideg, meg kezdünk picit bezárkózni, akkor azért a különböző náthás megbetegedések, influenza, ráadásul most itt a koronavírus és a negyedik hullám is jön, és amellett, hogy nagyon fontos, hogy legyen oltásunk, amivel védettebbé válunk, ezen kívül fontos, hogy azért támogassuk az immunrendszerünket, hogy sem erre, sem másra ne legyünk annyira érzékenyek, vagy hogyha esetleg el is kapunk valamit, akkor gyorsabban épüljünk fel belőle. Mikor érdemes reggelizni? Tehát mi az az időpont, ami a legoptimálisabb a szervezetünk számára? Igazából reggelinek azt mondhatjuk, ami felkelést követően körülbelül egy órán belül elfogy. Tehát, hogy amikor valaki mondjuk felkel 7-kor, elkészül, bemegy a munkahelyére, és 10 óra körül elfogyaszt mondjuk egy ilyen joghurtot, akkor az mondjuk inkább azért 10 óra is az ő esetében kimaradt a reggeli. De szóval az lenne az ideális, hogyha ezt a felkelést követően egy órán belül elfogyasztjuk. Azért nem azt mondom, hogy 7 vagy 8 között, mert hogyha mondjuk valaki később kell, akármi miatt, mert mondjuk olyan a munkavégzése, hogy ő 11-12-kor kell, akkor az azt követően az ő számára az az első étkezés, hogyha valaki hajnalba kell, és ő mindig hajnalba kell, tehát nem csak egyszer. Tehát ez egy rendszer. Igen, 5 órakor, hanem mindig 5 órakor, és ő 6 órakor valami könnyűt, ami neki jól esik, elfogyaszt reggelire, az úgy ideális. Tehát, hogy nincsen az óra szerint egy pontos ideje, hanem a saját ritmusunkhoz, életvitelünkhöz viszonyítva. Igen, ez fontos, mert az ember hajlamos mindig így kőbevésve gondolni itt a szabályokra, de nem, tehát fontos az embernek a saját szervezetét tulajdonképpen kitapasztalni. Mi a helyzet a vitaminok szedésével? Igazából, hogyha valaki kiegyensúlyozottan táplálkozik, van az étrendjében minden megfelelő mennyiségben és mértékkel, hogyha valaki elfogyaszt naponta körülbelül 0,5 kiló zöldséget, gyümölcsöt, ebben benne van a főtt, nyers, zöldség és gyümölcs is minden, akkor igazság szerint, hogyha valaki tényleg tud mindent enni, akkor nincsen szükség étrendkiegészítőre, semmilyen vitamin vagy ásványanyag pótlásra, hiszen a normál táplálkozással azt be tudja vinni. Na erre mondjunk tippeket, hogy például a nagyvárosi ember, amikor este 7-ig rohan, akkor honnan szerezze be mondjuk a háztáji gyümölcsöket, húsokat, hústermékeket? Nem feltétlen kell, hogy háztáji legyen, bármilyen zöldség, gyümölcs alkalmas lehet erre. Más az összetételük, van, aminek ennek a magasabb, lehet, hogy van olyan zöldséggyümölcs, aminél a háztájnak magasabb valamilyen vitamin tartalma, de ugyanakkor, hogyha bármilyen áruházban veszi, és egy nagy termelőtől származik, attól annak még ugyanúgy lehet, hogy annak meg pont egy másik vitamin tartalma lesz egy picit magasabb. Tehát, hogy az, hogy honnan van az adott zöldség, vagy az a gyümölcs, az kevésbé fontos, mint a mennyiség, igen, hogy fogyasszuk el, akárhonnan. És idény zöldséggyümölcs az mindig kapható, és mindig könnyen, olcsón hozzá tudunk jutni. Tehát, hogy ez nem lehet kifogás. Jó, akkor ezt is eloszlattuk, ezt a dolgot. Talán még a vízfogyasztásnak a fontosságára térjünk egy picit ki. Nem elég az, hogy egészségesen étkezünk, tehát, hogy konkrétan az étel nagyon jó és hasznos a szervezetünk számára, hogyha nem fogyasztunk elég vizet, akkor bizony nem fog tudni érvényesülni az a tápanyag, amit bevittünk. Jól mondom? Ezt, vagy nem. Van egy bizonyos folyadék mennyiség, amit el kell fogyasztanunk ahhoz, hogy jól tudjon működni a szervezetünk, és igen, hogy ezek a különböző tápanyagok, amiket beviszünk, azok fel tudjanak szívódni, tudjanak hasznosulni. Azért különböző tápanyagoknál ez icipicit másképp működik, de van egy minimum mennyiség, amivel úgy tud működni a szervezet. Ami még nem feltétlen sok, tehát hogy az a nagyon minimum, és ettől azért javasolt jóval több folyadékot fogyasztanunk.
Te ma például mit reggeliztél egyébként? Én szappejet reggeliztem. Na, tehát akkor az megint csak egy olyan. Most például azt is készíthettünk. Jó, mi most akár, ezt választottuk, igen. De az ugyanúgy az egészséges étrendbe beletartozik. Ugye mondjuk el a zabnak a jótékony hatás. Hát ugye a zab, mondjuk egy kis zabpehely, ugye egy gabonaféle, a zab ugye egy rostos, főleg hogyha ugye teljes körlésű, de ezek a pelyhek, zabpehely, ez a bőrlemény, ez általában rostos örlemények, tehát hogy van benne egy csomó élelmi rost, ami segíti azt, hogy tovább legyünk jól lakottak, jobban eltelít minket, és ezek, mivel nem tudjuk felszívni, nem szívódik fel a vékony bélből, tovább halad a vastagbélbe, és ott a jótékony baktériumok használják, igen, tehát hogy tápláljuk vele a jótékony bélbacikat is, illetve hogy az abban van egy beta-glükán nevű rost is, ami pedig megköti a koleszterint. Hogyha valakinek ilyen jellegű problémája van, akkor neki kifejezetten javasolt zabot fogyasztani. De én szeretem az ízét, nekem jó a textúrája, és élvezem azt, hogy hosszan eltelít engem. De nem mindenkinek esik jól, akkor nem kell kizárólag zabot reggelizni. Igen, akkor ez majd a következő ilyen kis reggeli készítésünknek a témája lesz, mert azért az abnak van egy jellegzetes íze, azért nem sokan szeretik, köztük én sem, viszont sokféle minden dologa lehet ugye ízesíteni, vagy kellemesebbé tenni, akkor erről majd legközelebb. Igazából ugyanúgy, akár hogyha fogjuk ezt a joghurtot, ebbe is szorhattunk volna az abot, és akkor úgy egy picit úgy eloszlik benne, de valakinek tényleg kifejezetten ez a puha, kicsit pépes nyálkás textúra az, ami nem jön be. Akkor, hogyha zabot szeretne fogyasztani, azért be lehet illeszteni más dolgokba, akár a főzelékbe, habarásként, vagy ilyen levesekbe, de fasírtot is lehet vele készíteni. Süteményeknél a liszt egy részét ki lehet cserélni zablisztre, és azért így becsempészhető az étrendben. Ezek nagyon hasznos kis tippek, én köszönöm neked, viszont kérem a tanácsodat, például azzal kapcsolatban is, hogy jó őszről beszélgetünk, de most már azért valljuk be, tél lesz mindjárt, jönnek az ünnepek. Jönnek mindenféle ünnepek, és ez az az időszak, amikor bizony beszélni kell arról, hogy tudjuk az egyensúlyt megőrizni egy picit itt. Nem csak a mérleg kapcsán, hanem a jó telítettségérzet, illetve a kellemes érzet kapcsán is. Tehát, hogy ne legyünk túlságosan tele olyan anyagokat, ne vigyünk be a szervezetbe, ami nem jótékony hosszú távon, cserébe viszont oda tudjunk figyelni mindenre, ami ilyenkor kell. Tehát mit tudsz tanácsolni nekünk ebben az időszakban? A télen az ünnepi időszakra igazából az, hogy mértékletesség. Ó, azt hittem valami különleges dolog, valami ilyen nagyon egyszerű receptet mondasz, és minden megoldható. Nem, mert hát ugye, főleg, hogyha ünnepekről van szó, akkor azért vannak bizonyos szokások, kétkezési szokások, amik az ünnephez hozzátartoznak. És ezért nem kell erről teljesen lemondanunk, még hogyha nem is annyira ideális hatféle sütit végig kóstolni, de amíg az a kóstolás, addig miért nem? Miért mondjunk le róla? Csak mértéket kell tartani. Ugyanúgy, ami jellemző itt az ünnepekre, vagy igazából bármilyen alkalommal, az alkoholfogyasztás, ami azért sajnos egy súlyos probléma ma Magyarországon, hogy nagyon-nagyon sok alkohol fogy. És ismerjük a jótékony hatását olyan értelemben, hogy jó kedvre derít, a társasági eseményeknek a része. Na azért ezt a mennyiséget lehet csökkenteni. Tehát, hogyha mi magunk valamit tehetünk, akkor mondjuk ígyunk fele annyit, mint korábban, és azzal biztos, hogy tettünk az egészségünkért. Még hogyha teljesen lemondunk róla, az lenne a legegészségesebb, de hát akkor lehet, hogy olyan élményektől is elvesszük magunkat, ami meg nem feltétlen, hogy kell. Jó. Most akkor hogy áll a kis reggelink? Hát felvágtuk egy almát felvágtam. Egyébként igen. Ez bármilyen gyümölcs lehet. Tehát bármilyen idén gyümölcs. Bármilyen, ami jó. Egyébként szerintem a gyümölcsök sorából egy picit a banán az, ami kilóg. Hát igazából ugye a banán az összes gyümölcs közül talán ugye a legcukrosabb, meg a alacsonyabb víztartalma a többihez képest. Ezért lóki, de mondjuk a kálium tartalma az nagyon magas, ami meg nagyon kedvező, és emiatt egészséges. Tehát, hogy a banánra igazából azt mondom, hogy mértékkel, mert nagyon jól beilleszthető, meg tényleg pont az ilyen ételeket, amiben nem rakunk mondjuk egyáltalán cukrot, nagyon jól lehet vele ízesíteni, mert egy picit cukrosabb a banán. De például akkor mondjuk testmozgás, vagy testigénybevétel előtt, akkor
teljesen hasznos. Egy fizikai banán, aktivitás igazul. Előtt kifejezetten ideális a banán. Ez legyen akármilyen jellegű sport, nem közvetlen előtte, hanem mondjuk fél órával előtte, de az pont tud nekünk annyi energiát adni, hogy jól menjen az edzés, a fizikai aktivitás, ugyanakkor hát attól az egy banántól, főleg edzés előtt biztos nem fog senki elhízni, mert felhasználjuk, elégetjük. Jó, na tehát akkor bekerült az alma a joghurtunkba, és egy akkor almát felrágtunk, még magvakat igen. fogunk tenni. Igen. Most esetünkben mondjuk. Diót talán. Hát egy pici diót rakhatunk, de azt is megpróbálom egy picit, nem tudom így összetörni, már amennyire így tudom. Igen, közben ezt. Ne legyen ilyen hatalmas darabokban. Igen. Dió és mandula fog bekerülni ebbe a joghurtba. És akkor azt mondhatjuk, hogy ezzel jól elindítjuk a napunkat. Nagyjából mennyi ideig? Tehát mondjuk, hogyha reggel 8-kor én reggelizem egy ilyen könnyedebb kis reggelit, akkor ez meddig fog nekem energiát adni? Hát ez nagyon-nagyon egyéni, hogy ki valakinek ez órákig, valakinek kevesebb időre ad energiát. Tehát ez itt azért, amit itt látunk, az egy nagy adag. Tehát én erre inkább azt mondanám, hogy ez több a mennyiség, ez mondjuk két embernek. Igen, de mondjuk azért háromnak. Hasznos talán, hogyha megcsinálunk egyben több adagot, mert akkor lehűtve be tudjuk tenni a hűtőbe, másnap is elő tudjuk venni. Tehát aki mondjuk időhiánnyal küzd, vagy reggel nagyon szoros a rutin, akkor csak benyúl igen. a hűtőbe. Akár igen. Hát hogyha valaki ugye mondjuk ez esetben frissebben szereti, akkor lehet így a frissen vágott gyümölcsel, frissen belerakott olajos magvakkal, amikor ropognak, de tényleg előre is el lehet készíteni. Nagyon sok olyan étel van, reggeli féle, amit akár előző este berakunk a hűtőbe, és reggel gond nélkül fogyasztható, és akkor nem megy el azzal még itt idő, hogy haj, még összevágom. Tehát kinek hogy. Igen, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy el is készültünk, tehát ez nagyjából, tehát a tényleg, akinek a reggeli rutin nagyon, nagyon szoros, elmondhatjuk, hogy nagyjából 10 percbe sem körülbelül kerül megcsinálni. Igen. Mondjuk ebben még egy almát be lehetne akár vágni, hogy magasabb legyen a gyümölcs tartalom, de ez tényleg inkább 2-3, akár 4 adag, attól függ, kinek mekkora egy gyomra reggelire. Lilla, köszönöm, hogy elkészítettük ezt a kis reggelit. Most eddig nagyon kényelmes dolgokról beszéltünk, tehát azt, hogy mit kell megennünk ahhoz, hogy jól legyünk. Van egy kényelmetlenebb része, amikor is ugye meg kell mozdulnunk ahhoz, hogy minden tudjon jótékonyan kifejteni a hatását, ki tudja a szervezetben fejezni, és minden úgy működjön, ahogy az optimális, ez pedig a testmozgás, ami ehhez szükséges. Mikor kell mozognunk ahhoz, hogy optimális legyen? Azon kívül, hogy ezt tudom, egyéni, tehát kortól és nemtől függően van ez. Kiknek kortól függően, például kiknek mit ajánlasz, és évszaktól függően mit ajánlasz? Hát igazából kinek mire van lehetősége, és hogy mi az, amit szeret, mi az, amit élvez. Mert a fizikai aktivitásnál, bármilyen sportnál, persze van némi különbség, hogy pontosan mennyire hatékony ez, de igazából ez a különbség, ez nem olyan számottevő ahhoz képest, hogy mondjuk valaki élvezze. Sokkal fontosabb, hogy szeressünk mozogni, élvezzük azt, mint hogy csak azért mozogni, hogy azért megyek futni, mert muszáj, mert az orvos nem szólt, mert nem tudom, jól akarok kinézni, vagy akármi. Tehát, hogy akkor ne fusson, hanem végezem olyan fizikai aktivitást, amit ő szeret. Lehet úszni, lehet teniszezni, lehet csapatsportokat végezni. Nagyon sok felnőtt amatőr csapat van, akár foci, akár röplabda, kézilabda, kosárlabda, ahova lehet járni. De lehet otthon jogázni, pilateszezni, tehát hogy bármi ilyen mozgásforma, ami annak a személynek személy szerint bejön, amit ő maga élvez. Az a legeslegfontosabb, és abban sincsen akkora különbség, hogy most délelőtti vagy délutáni az edzés. Amikor az ember be tudja illeszteni a napjába, amikor lehetősége van rá. Ezek fontosabb tényezők, az, hogy most az pontosan, mondjuk a futás között is milyen futás, hogy most hosszan vagy röviden fut, vagy
intervallt fut, vagy... Igen, meg hány kalóriát éget. Igen, igen, igen. Tehát ugye ez csak a lényeg az, hogy legyen valamilyen fizikai aktivitás, igen. Valamilyen mozgás. Igen, és én azt mondom, hogy üljünk vissza és le a helyünkre, mert én még szeretnék egy témát veled megbeszélni. Most akkor a mozgás kapcsán, tehát akkor a, mondhatjuk, hogy a rendszeresség. Tehát nagyjából, hát nem is mindegy az, hogy milyen mozgásformát végzünk, de az a lényeg, hogy vagy a legfontosabb része, hogy rendszeres legyen. Hogy legyen. Hogy legyen. Valami legyen. Ez az egyik. Másik, hogy szépkorúaknak például milyen mozgásformát ajánlasz, ami még élvezhető a számukra, de segít is tényleg az egészségüknek a fenntartásában. Igazából tényleg megint csak bármi. Nagyon sok olyan torna van interneten is elérhető, de ilyen közösségi tornák, amik nagyon-nagyon könnyen elvégezhető, de mozgás. Tehát, hogy fizikai aktivitás, átmozgatás, ami lehet, hogy nekünk az nagyon könnyűnek tűnik, de sok ember számára meg az is akár megterhelő. Igen, és hát nagyon sokat számít még az izületek egészségének, vagy a csípő egészségéért, hogy egy kicsit átmozgassuk. Bármi, ami jól esik, lehet ez vízben végzett, de lehet talajon, általában kevésbé ugrálós torna szokott ez lenni, de ami valamilyen átmozgatással jár, az már jó, és javítja a bármilyen esélyeket. Igen, itt sok mindenről beszéltünk, és még mielőtt elengedlek, engedd meg nekem, hogy egy fontos témáról beszéljünk, ez pedig az inzulin rezisztencia. Én nagyon sok fiatal embertől hallom azt, hogy ebben a betegségben, lehet mondani betegségben szenved. Pontosan mi ez, és mit lehet tenni a megelőzéséért? Az inzulin rezisztencia az egy szénhidrát anyagcsere betegség, mondhatni a kettes típusú cukorbetegségnek az előszobája. Van genetikai háttere is, illetve van egy életmód, ami még ezt mondjuk jobban kihozza. Éppen ezért lehet, hogy valakinél már mondjuk fiatalon diagnosztizálják, régen is voltak, csak nem kerültek diagnosztizálásra, most meg viszonylag hamar, ahogy ugye megyünk orvosi vizsgálatokra, kiderül, hogy ez fennáll. Mi az az életmód, ami ezt egyébként felerősíti? Hát főleg a mozgás szegény életmód, de mondom azt, hogy kell hozzá egy genetikai hajlam. És ahhoz tevődik hozzá az, hogy valaki mondjuk nagyon mozgásszegény életmódot folytat gyerekkorában is, felnőtt korában is, nem mozog eleget, és akkor ehhez hozzájön, mondhatni, a mértéktelen táplálkozás. Mert nem csupán a szénhidrátnak vagy a cukornak a túlzott fogyasztása vezethet ehhez, hanem a túlzásba visszük a zsírt, vagy túlzásba visszük a fehérjét, és valaki arra hajlamos, ugyanúgy kialakulhat az inzulin rezisztencia. A jó hír, hogyha valakinél mondjuk kialakult az inzulin rezisztencia, akkor, és mondjuk életmódot vált, már hogyha az okozta az ő esetében, és elkezd aktívan mozogni, sportolni. Akkor visszafordítható? Nem teljesen visszafordítható, de mondjuk azt mondanám, hogy a... aktív munkával, életmódváltással, ezek a laborértékek, ezek visszaállíthatók a normál tartományba. De utána, tehát hogy ezért ez nem azt jelenti, hogy nem olyan, mint egy antibiotikum kúra, hogy bekapkodom, és akkor utána meggyógyulok. Tehát, hogy miért találkoztam ilyen klienssel is, hogy tartotta gyönyörűen a diétát, és mozgott, visszaálltak a laborértékei a normál tartományba, és ott elengedte. És visszaállt a korábbi életmódjára, ami ehhez vezetett. Nem mozgott, és össze-vissza evett újra mindent. És akkor utána újra, mondhatni, ki fog alakulni. Tehát, hogy az fontos tudni, hogy ez a diéta egy élethosszig tartó diéta, de nem feltétlen annyira szigorú. Itt igazából arra kell figyelni, hogy mértékletesen táplálkozzunk, megfelelő fizikai aktivitás mellett, és igazából ne legyenek nagy vércukoringadozások, és a glikémiás hatását érdemes figyelni az ételeknek. Tehát, hogy hogyan szívódik föl? Pontosan. Ha például itt, amit most készítettünk, joghurtos ételnél, például az olajos magvak azért is kerültek bele, mert így lassítják a felszívódást. Lilla, én nagyon köszönöm ezt a sok fontos információt. Köszönöm. Hívlak még ide a stúdióba, és készítünk még egészséges ételeket. Köszönöm.